Köszöntöm a Nagykörút nézőit, Dombóvári Gábor vagyok, és azonnal sorolom, hogy mi minden lesz a kulturális magazinban. Nos, a zene az egyetlen világnyelv, amelyet bárki bárhol megérthet, mondta Claude Debussy. A zene módot ad arra, hogy az emberek megértsék egymást. Ezt már Yehudi Menuhin írta, akinek javaslatára 1975-ben az ENSZ zenei világnappá nyilvánította október 1-jét. Ebből az alkalomból vendégünk lesz itt a stúdióban Szücs Apor, zongorista, zeneszerző, a Virtuózok Kamara Együttes művészeti vezetője. Aztán idézzük fel a 2020-as esztendő hangulatát műfai megkötöttség nélkül. Még lehet jelentkezni a 100 szóban Budapest történetíró pályázatra, a legjobb munkákat természetesen díjazzák is. A részletekről, a feltételekről beszélgetünk itt a stúdióban a Varga Cili szervezővel. Majd pedig a béka csókja és a róka lakoma. Két verskötet, amely tanulságos a felnőtt olvasók számára is. Itt lesz Hazai Jancsa, aki el is énekli a verseket, és a költő Németh Róbert. Valamint a Nemzet csalogánya. Újabb bemutatóra készül a Turay Ida Színház. A darabot Blaha Lujza naplója alapján írta és rendezte Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész. Bepillantunk a kulisszák mögé, mutatunk egy kis próbahangulatot. Kezdünk! Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, művész úr. Tudom, hogy nem szereted ezt a művész kifejezést, de azért nem tagadjuk le azt, hogy zongora művésszel ülök itt szemben. Hát aki amúgy zeneszerző is, meg karmester is, és ezt azért mondom így rögtön az elején, mert hogyha valaki megnézi azt, hogy Szűcs Apor, akkor ezt mind megtalálja, és fiatal korod ellenére, én azt hiszem, ezt nyugodtan mondhatom, olyan gazdag az életutad, és annyi mindent csináltál már, hogy egy ilyen negyedórás keretbe elég nehéz belefoglalni, de azért megpróbáljuk. Kezdjük talán az egyik legfrissebbel, ezzel a bizonyos Virtuózok Kamara Együttessel, és ha azt mondom a drága jó nézők, hogy Virtuózok, akkor nyilvánvalóan a televíziós műsor is eszükbe jut, amelyben volt szerencséd szerepelni, méghozzá nem is rosszul. A Virtuózok Kamara Együttesről mit kell tudnunk? Virtuózok Kamara Együttes tulajdonképpen egy olyan formáció, ami az egykori versenyzőket, hát mondom, hogy tömöríti vagy csoportosítja. Lényegében létrehoztunk egy olyan csapatot, ami képes arra, hogy azok mellett, hogy mi nyilvánvalóan egyfajta, nem tudom, konkurenciái voltunk egymásnak, amikor kvázi versenyeztünk. Bár nagyon utálom egyrészt ezt a kifejezést, hogy verseny, másrészt szentül hiszem, hogy a virtuózok az minden, csak épp szerintem verseny nem az. És megpróbáltunk egy olyan formációt létrehozni, ahol egyrészt műhelyszerűen be tudjuk mutatni a klasszikus zenét, az a legfontosabb eleme, hogy tulajdonképpen mi most éppen 12-en vagyunk, olyan műveket szólaltatunk meg, ami akár csak kis kamaraformációkkal szólaltatható meg, és felnagyítjuk őket, vagy éppen nagy zenekari művek, és azokat lekicsinyítjük. A lényeg ez a műhely, és az, hogy nagyon testközelbe lehessen a zene minden alkalommal. A legközelebbi fellépés? Az október 1-én a Bencz Úrházban. Na, hát az történetesen egy nagy zenekari koncertnek lesz a kvázi lekicsinyítése, de hát ez egy nagyon különleges, hogy most ilyen időkben ilyen koncertet. Most, hogyha már itt az október 1-je szóba került, akkor 1975-ben az ENSZ a zenevilágnapjává nyilvánította ezt az október 1-jét, és hát azt hiszem, hogy ha azt mondom, hogy Yehudi Menuhin, akkor mindenki tudja, kiről van szó. Ő javasolta ezt, és akkor azt mondta, hogy a zene módot ad arra, hogy az emberek megértsék egymást. Most ez rímel arra, amit mondtál tulajdonképpen, mert megértetni mindenkivel így a zenén keresztül azt az életformát vagy felfogást, amit ti képviseltek. Hát sokan szokták mondani, hogy ugye Debussy valami olyasmit mondott, hogy a zene ott kezdődik, ahol a szóhatalma véget ér. Uh-huh. Van egy ilyen elképzelés, hogy ugye úgy egy nyelvet beszélünk akkor, amikor zenélünk, és ezek nagyon szép gondolatok, és valóban talán a zene kicsit arra képes, hogy túlmutasson a valóságon, és ez nagyon-nagyon fontos eleme ennek, egy összekötő kapcsolat.
kapocs, akár nemzetek és más emberek között is, még hogyha nem is mindig ugyanazon a nyelven, vagy mindig ugyanazt a nyelvet beszéljük zenei téren sem, de azért mégiscsak valahol. Akkor erre rárepülök, hogyha már Debussyt említetted, mert azt is mondta, hogy a zene az egyetlen világnyelv, amelyet bárhol, bárki megérthet. Hát azt hiszem, hogy igaza volt. Na most én nem véletlenül mondtam az elején, hogy fiatal korod ellenére sok-sok mindent csináltál, és hogyha jól olvastam, akkor 2012-ben már alakítottatok zenekart, ami akárhogy is nézem, vagy 8 éve volt. Igen. Hát ez egy érdekes ilyen kis diákkori kezdeményezés volt, nagyon jó tanulópénz volt, nagyon sok szempontból, nyilván sok buktatóval, meg az ember megtanulja, hogy amikor 80 fős zenekart szervez, akkor ez nem így működik egyik napról a másikra, egyik elgondolásról a másikra. Ez milyen zenekar volt? Egy szimfonikus zenekar volt, igen. És meddig élt? 4 évet élt ez az együttes. Tehát akkor... ahhoz képest igen, tehát hogy nyilván, hogyha az ahhoz képesteket nézzük, akkor mindez ez egy szép eredmény, de azért elsősorban nyilván nem az volt a cél, hogy ahhoz képest csináljunk valamit jól, nagyon jó tanuló pénz volt, és nagyon sokat lehetett belőle profitálni ilyen szempontból. Szeretsz utazni? Igen, bár ez most viszonylag ritkább. Én azért kérdezem, mert hogyha úgy megnézzük a pályádat, akkor hát ott van egyszer Csík, aztán van, nem tudom, Doknányi zenekar is, ami megint egy másik hely, akkor ott van a Miskolc, szintén egy másik hely, de akkor egy kicsit világosíts meg minket, hogy ha én ezeket említettem, akkor hol mi történt és kikkel játszottál? Hát nagyon sok minden történt, azért utaztam messzebbre is szerencsére, mint Miskolc, tehát hogy volt már, félig miskolci vagyok, de nyilván nekem az egy kicsit ilyen félig meddig talán otthonnak is mondhatnám. Miskolcon volt egy operafesztivál, ahol tulajdonképpen az én pályám, ha nagyon úgy nézzük, akkor ott kezdődött el, mert 2014-ben ott volt egy operaíró verseny, az operafesztivál, a Keselyek Gergely által vezetett operafesztivál kiírt egy operaíró pályázatot, és ott én egy díjnyertes operaíró lettem azon a pályázaton. Tehát nekem tulajdonképpen ott kezdődött el minden. Én ott nagyon sok mindent megtanultam színházi élettel kapcsolatban, az operaírással, a zeneszerzéssel kapcsolatban. Hát Csíkban nagyon sok minden történt, Székelyföldre minden évben megyek, mert nagyon fontos hely nekem, imádom a helyi kultúrát, nagyon fontosak nekem a székely közösségek, és nagyon-nagyon jó szívvel fogadnak mindig, úgyhogy nekem ez mindig egy nagy élmény. Nagyon sok ősbemutatón volt Székelyföldön többek között. Hát de meg azért is mondtam Doknányit, mert azért azt a nevet, van, ki ilyen nevet nem ismeri, mindenféleképpen, és tulajdonképpen ide, Miskolc rendben van otthon, de a többiekhez, szóval hogy kerültél, hogy fedeztek föl, vagy hogy jött össze ez a sokféle? Most nem a műfajt mondom, azt majd később. Hát a Doknányi zenekarral úgy kezdtem el először dolgozni itt Budapesten, hogy volt egy kadenciaíró verseny, amit a budavári önkormányzat hirdetett meg 2016-ban, és amelynek az első díjazottja lettem, és a kadenciaíró verseny, ez egy olyan, ez egy nagyon különleges pályázat volt, hiszen az volt a lényege, hogy írjunk Beethoven zongora versenyekhez kadenciát. Most aki esetleg nem tudja, mi ez a kadencia, az a zongora versenynek, egy versenyműnek egy olyan része, ahol a szólista, a zenekar teljes egészében elhallgat, és akkor a zongorista vagy a szólista kvázi megmutatja, hogy mit tud, a darab témáiból alkot egy néhány perces kvázi darab részletet. Ezt általában nem mindig írták meg maguk a zeneszerzők, hanem mindig a szólistákra bízták, hogy na, akkor most mutasd meg, hogy mit tudsz, és erre hirdetett pályázatot, hogy Beethoven zongora versenyekhez kelljen ilyen kadenciákat írni. És ezt a pályázatot nyertem meg, és ennek a pályázatnak az egyik díja az volt, hogy a Doknányi zenekarral magát az zongora versenyt is elő lehetett adni. Ez igen. Na most azért mondtam az előbb, hogy a műfajokról majd később, mert annyi mindent próbálsz és csinálsz, és az operáról jutott eszembe, ugye, hát nézők, Don Giovanni, nem kell azt hiszem erről se sokat beszélni. Hogy lett ebből Rock Giovanni? Na, ez is Keselyák Gergelynek a bűne igazából. Ez a történet úgy kezdődött, hogy a Gergő megálmodott egy olyan projektet, ami kicsit egyensúlyba hozza a látványos rendezést a zenével. Ugye, nagyon sokan az opera rajongók közül nehezményezik, hogy azzal találkoznak, hogy van egy Don Giovanni, ami egy ilyen feudális korszaknak egy ilyen eszenciális története, vagy egy varázsvol, vagy bármi, és akkor látnak egy modern rendezést, és valahogy ez a felvilágosodás korabeli zenével nincs összeegyeztethető módban.
És akkor a Gergő kitalálta, hogy az valami nagyon-nagyon nagy dobás lenne, hogyha felhasználnánk a Mozart után létrejött összes típusú zenét. Tehát nem csak a rockot, hanem a rock az nagyon kicsi szelete ennek a történetnek. De a címnek nagyon jó volt. Egyrészt, hogy aki botrányt akart belőle szagolni, az kiszagolta. Másrészt meg egy nagyon jó szójáték volt, de alapvetően az volt a cél, hogy Beethoven-től a modern kori zenéig, beleértve minden műfajt felhasználjunk, de Mozartot meghagyjuk Mozartnak, tehát a dallamok azok Mozartok maradjanak, csak maga az egész felépítés, hogy karakterekhez rendeljünk hozzá zenei stílusokat, meg a történetekhez rendel, egyes történésekhez rendeljünk stílusokat. Hát ez nagyon jó, de azért mondtam az átiratokat, mert még épp egy ismerős mesélte, hogy valahol olvasott rólad, és akkor még az is volt, hogy Johann Strauss átirat. Igen, volt egy ilyen, nem tudom, valamelyik vasárnap délután valószínűleg unatkoztam, én ezt nem tartom ilyen jelentősnek. Volt egy Kék Duna keringő átirata, itt hirtelen úgy gondoltam, hogy most megmutatom pianisztikus tudásomat, hát aztán persze vannak, akik ezt jobban is megcsinálják, de ez nem volt egy ilyen jelentős dolog. Még visszaugrunk egy pillanatra a Rock Giovannira, mert mondtad, hogy hát megosztó volt mindenféleképpen. Én feltételezem, ezt nem tudom, de ezt te tudod, hogy voltak olyan, hogy is mondjam, csak neves művészek vagy kritikusok, akiknek ez nem nagyon tetszett. Igen, persze, ilyen mindig van, de hát ez ilyen szubjektív, tehát vitatkozzunk róla, érveket ütköztetünk, hát ez jó. Itt igazából a probléma az volt, hogy nagyon sok olyan neves művész, vagy nem neves, teljesen mindegy, tehát sok olyan ember szólalt meg ezzel a dologgal kapcsolatban, aki nem hallott az előadást, az viszont sokkal rosszabb. Hát akkor igen. Tehát az volt igazából a probléma, hogy a prejudikálás áldozatául esett mindenki, aki ebbe a történetbe beleesett, mert hogy tulajdonképpen ugye előítéletek alapján, tehát meghallották a címet, hogy Rock Giovanni, és akkor rögtön biztosan az egész operát lejátszottuk három gitárral. Na jó, akkor értjük, elmondtad, hogy milyen volt az előadás, nekem közben az jut eszembe, hogy mikor a kritikus ír valamiről, egy könyvről kritikát, csak éppen a könyvet nem olvasta, tisztelet a kivételnek, van ilyen, amit pedig mondtál, hogy a feudális környezet, és akkor ilyen mai cuccban adják elő, ez meg olyan, hogy én... Szóval nekem is mindig olyan furcsa, amikor netán Shakespeare-t frakban és diplomata táskával játszanak. Jó, hát ízlések és pofonok különbözők, de feltételezem, hogy sokat gyakorolsz, de legalábbis nekem, hát hogy is mondjam, csak zenész ismerőseim mondták, hogy nem csak így kell gyakorolni, hanem agyban is. Hogy lehet agyban felkészülni például? Hát ez minden embernél más, tehát ez nagyon... Hát állat, hogy tehát, hogy az igazság az, hogy amit én a zongorista szempontból gyakorlok, az a zongorista szemmel nézve az nagyon kevés. Uh-huh. Elsősorban azért, mert az a munka, amit alapvetően én csinálok, az sokkal kevésbé igényli azt a fajta pianisztikus 6-8 órás napi gyakorlást. Uh-huh. Sokkal inkább valóban itt egy ilyen agyi felkészülésről van szó. Tehát akkor, amikor én mondjuk az együttesnek átírok egy darabot, akkor az nekem az a gyakorlás része. Elsősorban azért, mert a magával az átírással is tanulom azt a darabot, amit mi magunk fogunk előadni. Tehát ez nagyon összetett. Tehát nyilván minden embernek más. Van, aki leül a sarokba és megtanul egy 5 szólamú Bach fugát, anélkül, hogy egyetlen hangot érintene a zongorán, van, akinek ez nem megy. Tehát ez nagyon, ahány ember tényleg annyiféle. Nekem, amikor effektíve írok, akkor az például nekem egy gyakorlás. Értem, és hát tulajdonképpen persze, ott most ez függetlenül ettől, amit mondtál, de minden művész és minden maradjunk a zongoránál, mindenki máshogy játsza, mert két ember és két ugyanolyan előadás nincs. De még egy dolog, idézhetlek. Ajaj. Hát mert csak nagy művészeket szoktak idézni. Azt mondtad, ezt olvastam, hogy a tökéletességet nem lehet, és nem is kell elérni. Hát ez, ha akarom azt, hogy senki nem lehet tökéletes, ha akarom azt, hogy mondjuk, ha nem tudom, csinálsz egy Bach átiratot, az úgyse lesz olyan, mint egy Bach. Hát ez más, szóval, más, magyarázd ezt el, más, hogy más mire, egy kicsit más mire vonatkozik, de nem egészen, tehát nem rossz a megközelítés. Arról van itt igazából szó, hogy a zenész ez egész életében ugye, mint a jó pap, tanul. Uh-huh. Tehát olyan nincs, hogy valaki bevégezte a saját szakmáját, és neki itt a vége, uh-huh. itt a roló, itt megcsinálta azt, amit ő meg tudott csinálni. Ilyen egyetlen ember életében sincsen, ez egyetlen biztos. Zenész életében sincsen. Uh-huh. Az, aki tökéletességet akar elérni a zenében, az valahol a számomra, tehát hogy ez nyilván ez is sokféle ember, sokféle véleményétől függ, ez nekem egy kicsit olyan, hogy meghatároz egy célt, amit hogyha elér, akkor nincs tovább. Tehát uh-huh. azt jelenti a tökéletesség, hogy a tökéletesség felé mindig törekedni kell, de azt úgy sem lehet soha elérni. Uh-huh. Én most a saját koncertjeimben tudom,
hogy én, amit elképzelem, hogy hogyan kellene tökéletesen megszólalni egy műnek, az soha nem fog úgy megszólalni, de mindig van egy cél, hogy mindig lehet egy kicsit jobb. Milyen koncertek lesznek? Mert most éppen a járványhelyzet miatt van, ami elmaradt, van, ami online, van, ami, szóval nem tudom, mire tudsz most készülni. Hát most az október 1-i koncertünk az igen nagy falat. Az nagyon nagy falat. Minden hónapban tervezünk koncertet a Benc Úrházban, nekünk ez egy ilyen törzs helyünk. Tehát tényleg az, hogy nem a legnagyobb színpadok közönségének, hanem tényleg alig néhány embernek, most már tényleg csak alig néhány embernek, mert amúgy is csak 130 embert fogad be a Benc Úrház, most ez valószínűleg még kevesebbet. De hogy tényleg ennyire műhelyszerűen, tehát nem a nagy színpadról lenézünk a közönségre, hanem köztük vagyunk, és ez sokkal fontosabb nekünk, mert valóban a zenét így lehet közel hozni mindenkihez. Az jutott közben eszembe, amikor Kocsi Zoltánnal csináltam interjút, és persze megkérdeztem tőle, hogy minden nap gyakorolsz, mert minden, és azt mondja, hajjaj, több órát, mert ez olyan, mint a sportember, állandóan edzésben kell lenni, és amit beszéltünk az előbb, hogy nem csak kézzel, hanem aggyal is, akkor tulajdonképpen ez a karbantartás, ez ahogy éled az életed, akkor tulajdonképpen edzésben vagy, agyilag is, meg így is, mert ezek szerint muszáj. Én nem tudok máshogy élni, tehát nekem az lenne a kínzás, hogyha nem tudnék valamilyen módon zenével érintkezni, és ez most nem valami ócska demagógduma, hanem effektíve tényleg annyira az életem körül forog, hogy esélytelen, hogy a zenét bármilyen módon megkerüljem, tehát ahhoz kellene többet dolgoznom, hogy ne érintkezzek zenében. Utolsó perc. Arról még nem beszéltünk, hogy karmesterség, és akkor hát van, amikor ugye befejezi a karmester a munkáját, és akkor felemeli, és ott a pálca vagy a kezét, és akkor nem kezdenek rögtön tapsolni, hanem valami csend van. És volt-e már ilyenben részed, hogy akkor nem az, hogy beletapsolunk, mikor leintetted, hanem hogy az a fajta csönd, ami tulajdonképpen ebben az esetben gondolom elismerés. Így van, abszolút. Igen, volt ilyen, büszke is vagyok rá, ez nagyon-nagyon nagy élmény volt. Ez persze darabfüggő, tehát hogy mondjuk nem tudom, egy Bernstein Mambo végén nem lehet ezt a csendet, mert nyilván más hatást vált ki, de tényleg vannak olyan művek, amelyek önmagában képesek ezt a csendet elérni. Nagyon fontos, hogy nem a karmesternek kell ezt az eredményt betudni, sokkal inkább a mű az, ami ezt képes kiváltani. Még egy dolog így a végén, hogy hát egyrészt most is dolgozol, az természetesen kiderült, de a szó legjobb értelmében mindenevő vagy? Nyitott vagyok, mindenevő nem vagyok, tehát hogy mondjam, tehát megvan. Arra is gondolok, amit hallgatsz, és nem csak amit művelsz. Igen, abszolút, tehát hogy én tényleg nagyon toleráns vagyok a zenei műfajokat illetően, de nem lehet mindent letolni a torkomon. Tehát igen, megvan a véleményem bizonyos műfajokról, megvan a véleményem bizonyos zenei típusokról, amelyek nem is igazából a zeneiséget célozzák meg, és markáns véleményem van ezekről a jelenségekről, de mindazonáltal nem vagyok az az ember, aki mondjuk bármiféle meghallgatás nélkül ítéletet. Hát akkor zárásképpen csak annyit, hogy ez nem titok. Angliában tanítják a Beatles-t, most ezt azért mondom, mert utáltak a gyerekek zeneórára, meg énekórára, meg szolfézsra járni, és akkor az egyik tanár kitalálta, hogy akkor tessék, beépítjük a Beatles-t, azt tanuljátok gitáron, énekelni, és hirtelen nyilván elkezdtek menni a tanulók. Mi is tanultuk a Beatles zeneszerzés órán itthon. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Én is köszönöm.
Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és azt hiszem, hogy elég nehéz lesz 100 szóban összefoglalni mindazt, amiről beszélni fogunk, de gondolom nincsen könnyebb helyzetben az a pályázó sem, aki a 100 szóban Budapest pályázatról vagy pályázatra beküldi a munkáját, és hát ezt előre mondom, hogy díjkiosztás is lesz, de mindenek előtt, hogy kinek és hogyan jutott ez eszébe, de állítólag a kezdeményezés valahol Dél-Amerikából indult, igaz ez? Igen, az egész pályázat ötlete Dél-Amerikából származik, méghozzá Santiago de Chile-ből. Uh-huh. Az egyik munkatársam 2013-ban vagy 2014-ben járt kin, és figyelmes lett ilyen buszokon, meg köztereken uh-huh. ilyen rövid történetekre és illusztrációkra, és utána járt, és kiderült, hogy ez egy ilyen történetíró verseny, és megtetszett neki, és azóta itthon is meghonosítottuk. Ez akkor most már nem tudom, hetedik, nyolcadik, hetedik éve. Na most az, hogy meghonosítottátok, ez odáig rendben van, de mennyire honosult meg? Szóval így, hogyha visszanézünk az elmúlt néhány esztendőre, akkor növekedett az érdeklődés, vagy egyáltalán a rendezvények, események száma, mert nagyon sok minden van. Hát ugye ez a hetedik év, ahogy mondtam. Ami speciális év, hát ezt igen, tudjuk. Egy kicsit speciális, mert általában tavasszal szoktuk kiírni, de most uh-huh. a vírus miatt elcsúszott őszre, ennek következtében a beküldés uh-huh. is rövidebb, most csak egy hónapjuk van beküldeni a pályázóknak a történeteiket, azaz szeptember 30, úgyhogy uh-huh. már csak pár napjuk van. És 2014 óta évről évre egyre több történetet kapunk, uh-huh. összesen több mint 6000 történetet kaptunk az elmúlt években, tavaly több mint 1600-at, és most pont ma néztem, hogy már idén is átléptük az 1000-et, ami külön érdekes úgy, hogy sokkal kevesebb idejük van beküldeni uh-huh. most, mert általában két hónap alatt szokott összejönni 1600. Na most, hogy teljesen világos legyen a dolog, ez, hogy a pályázat kortól, nemtől, meg műfajtól független, szóval tulajdonképpen akinek ezen az időintervallumon belül eszébe jut valami, az be tudja küldeni. De ez most szóval történetírás, rendben van, de lehet ez képpel is, meg hanggal is, meg rajzzal is, vagy szóban is, írásban is, és lehet ez, mit tudom én, 100 szóban valaki elreppeli a történetét, csak úgy eszembe jut, vagy pedig szépen papírra veti, vagy online átküldi, szóval tulajdonképpen nagyon szabad ez a dolog, akkor inkább azt kérdezem, mit nem szabad. Igen, ahogy mondod, tulajdonképpen két egyszerű szabály van, a történet maximum 100 szó lehet, tehát lehet kevesebb. Ezt egy számítógépes felületen tudják elküldeni a uh-huh. pályázók. A névelők is beleszámítanak. Igen, viszont a cím nem, uh-huh. tehát a cím az nem számít bele. Hogyha egy szóval is átlépik, akkor nem engedi beküldeni a felület a történetet, uh-huh. úgyhogy itt nem lehet csalni. Viszont a másik szabály pedig az, hogy valamilyen módon, bármilyen módon Budapesthez köthető legyen uh-huh. a történet, ezt viszonylag rugalmasan szokta kezelni a zsűri, de szöveges történeteket várunk, műfaj megkötés sincs, tehát volt, aki küldött be újsághirdetést, uh-huh. kvázi, tehát nyilván megírta, de hogy ez egy újsághirdetés volt, van sok verset kapunk, na, hát ez jó. És sok történetet. És akár kamaszkorból is, vagy akár idősebb korból is, gondolom jönnek változatosan ezek a történetek. Igen, tulajdonképpen az elmúlt 100 évet felölelik, tehát van, ez aki igen. az 1935-ös megismerkedéséről ír a szüleinek, uh-huh. szóval, hogy rengeteg uh-huh. idősávban mozog a történet, de van, aki a Gosdú udvarban eltöltött bulizus éjszakájáról ír, úgyhogy tényleg a történetek nagyon szerteágazóak, de alapvetően ezt is szeretnénk, uh-huh. hogy mindenki kortól nemtől függetlenül, akár itt él, akár nem. Tavaly szóval, bocsánat, nem csak a fővárosnak szól. Abszolút. Rengeteg történet szól erről a kettőségről, hogy uh-huh. milyen vidékiként felkerülni Budapestre, hogy milyen nehéz, vagy könnyű. Már bocsánat, rosszat mondtam, nem hogy a fővárosról, hanem nem csak a fővárosiaknak íródott ki a pályázat. Így van. Aha. Csak közben megfordult a fejembe, amit említettél, hogy a cím az nem számít bele. Hát néhány évvel ezelőtt megjelent egy könyv, aminek az volt a címe, hogy kandírozott mandarin zselé színű áramvonal. Hát azzal vissza lehet élni. Lehet, ezekkel igen, a dolgokkal. Igen. Na most a másik pedig, hogy
Én azt olvastam az egyik ide vonatkozó anyagotokban, hogy tulajdonképpen, és arról jutott eszembe, hogy ugye 2020-at írunk, hogy a 2020-dik év, a 2020-as év fővárosi hangulatát, vagy hangulatképeit lehet, vagy lehetne jól visszaadni ezekben a százszavas dolgozatokban. Igen, alapvetően minden év egyfajta korlenyomat. Szerintem nagyon érdekes lesz majd hosszú évek után visszaolvasni, hogy az egyes években mondjuk mi változott. Szerintem majd lehet, hogy hosszú évek múlva majd az ELTE-n valaki ebből írja a diplomadolgozatát, esetleg összehasonlító elemzéseket is lehet majd ebből írni, de igen, tehát hogy nagyon érződik, hogy mi történt ebben az évben, tehát például lesz, hogy otthon kellett maradni, hogy itt voltunk, de mégis távol egymástól. Igen. Aztán a hableányos incidensről is van, aki írt, igen. Vagy most hirtelen nem jut eszembe más, de hogy igen. Igen, ez így nagyon jó, mert akkor tényleg korlenyomott, ez igaz. Na most a másik, hogy a Mindspace Project Egyesület, mi a hivatalos név? Mindspace, hát ez egy ilyen non-profit szervezet. Non-profit szervezet, és hát ennek nevében szervezed ezt az egészet, de én úgy tudom, hogy hát amit manapság már szinte elcsépelnek, hogy az élhető város, szóval valami ilyesmikkel foglalkozni, és akkor itt most, ha elrugaszkodunk a száz szóban Budapesttől, akkor milyen programjaitok vannak még? Mert úgy tudom, hogy nagyon sokféle van, ezért is kezdtem az elején ezzel. Igen, a Mindspace már több mint 10 éve működik, és ahogy mondod, így az élhető város tematikában csinálunk programokat, és például most a részvételi és közösségi tervezés terén is elindultunk a 8. kerületben, a Déri Miksa utca közösségi tervezését facilitáltuk, de most dolgoztunk a fővárosban is az integrált településfejlesztési stratégiának a társadalmasításában, úgyhogy alapvetően igyekszünk mindig így összehozni különböző dolgokat, de sokan talán a 8. kerületi közösségi reggelikről ismernek minket, tényleg, a Rákóczi téren. A Nyócker reggeli. Így van, a közös Rákóczi reggeli, ez volt a neve. Ezeket tavaly csináltuk, de foglalkoztunk a Dunától kezdve elég sok mindennel. Na hát akkor azt tényleg öröm hallani, de éppen hát azt hiszem mindenki tudja, hogy mostanában mennyi vita van a bicikli felfestett sávokkal kapcsolatban. Erre jutott eszembe, hogy mondhatod, hogy a tereken megítottam ott. De ez most városi legenda, vagy pedig igaz az, hogy tulajdonképpen a ti történetetek az egy bicikli klubban, egy kerékpáros klubban kezdődött? Igen, Kobrizsa Ádám és Zsargó Szilvia, a Mindspace két alapítója, Hajdanán a kerékpáros klubban ismerkedett meg egymással, és aztán akkor szerelem első kerékre. Sok biciklizés után végül úgy döntöttek, hogy őket sokkal több minden más is érdekli, de azóta is jó kapcsolatot ápolunk a kerékpáros klubbal. Például most van egy ilyen civil kezdeményezés, hogy hogyan lehetne a nagy körutat kicsit élhetőbbé tenni, és ehhez például mi is csatlakoztunk. Na most tulajdonképpen itt vagyunk a száz szónál. Ezen kívül jelenleg a Mindspace mivel foglalkozik, éppen a sokrétűség miatt? De úgy is kérdezhetném, hogy mind dolgozol most. Hát leginkább most ezt a száz szóban hát Budapestet szervezzük. Ez elég sok feladattal jár, mert október 21-én lesz egy zenés előadás, ahol a zsűri tagjai Závada Péter költő, Boncsér Sára Luca színésznő és Szabó Benedek a Galaxisok zenekar frontembere, és még néhány zenész fogják megzenésíteni néhány történetet az idei pályaművekből. De ez jó. Még nem az eredményhirdetés lesz, ez inkább csak egy ilyen, szeretnénk folytatni azt a hagyományt, hogy általában az eredményhirdetés a Café Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválon szokott lenni, de ugye most ez eltolódott november 17-ére, akkor lesz az eredményhirdetés Budapest születésnapján. És ez a 21-e, csak azt nem mondtuk, a Margit-sziget. Igen, a Margit-szigeten van egy régi palackozó üzem, ami most elhagyatott, és ezt a hatalmas teret fogjuk berendezni, szeretnénk egy ilyen kicsit ilyen atmoszférát teremteni, ahol így meg lehet pihenni, és növények, és nyugágyak között, és a
történeteket pedig majd a színészek Bárnai Péter és Boncs és Sára Luca fogják előadni. Ez még most van formálódóban, úgyhogy erről most nem is mondani. Jó, ez teljesen érthető. És a szabályokat szigorúan betartva gondolom, mert hát most már ott is és mindenhol kell. Hát akkor azért miután itt pályázat van és eredményhirdetés és zsűri, akkor talán gyorsan megkérdezem azt is, hogy mit kap a győztes, mi a díj? Vagy győztesek? A zsűri kiválasztja a legjobb 100 történetet, ez belekerül egy kis könyvbe, ami majd a Pocket automatákban lesz kapható. Jaj, de jó. A legjobb 12 történethez pedig kortárs magyar grafikusok készítenek illusztrációkat, plusz még a 18 éven alatti kategória győztesének történetéhez, mert őket külön díjazzuk. És a legjobb 3 történetíró pedig pénzjutalomban részesül, az első helyezett 100 000 forintot kap. Hát most nem véletlenül, hogy 100 szónak is egy a vége, és 100 ezer forint a vége. Igen. Jó, hát ez mindenféleképpen én azt hiszem, hogy felkeltettük az érdeklődést, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy kik lesznek a nyertesek, a győztesek, és most nem kell itt név szerint mindent elsorolni, de hogyha hirtelenjében ki jut először eszedbe az elmúlt 7 évben, vagy 6 évben, aki megnyerte, vagy kik? Hát tavaly Keömlei Anna nyerte meg a Hagyomány című történetével, ami szép volt nagyon, de emlékszem tavalyról a Lukácsfürdőről szóló történetre, ami ez egy nagyon aranyos grafika készült, Zengővári Judit készítette, de mindenkinek ajánlom, hogy látogasson el a 100 szóban budapest.hu oldalra, a 100 az számmal van kiírva. Egyrészt itt lehet feltölteni a történeteiket, igen. Másrészt 2014 óta az összes történetet el lehet olvasni, és meg lehet nézni a grafikákat is, ami hozzájuk készül. Amik színesek és nagyon szépek, volt szerencsém belenézni, szerencsére. Hát én nem akarok pályázni, mert akkor úgy néz ki, mintha házon belül lenne az egész, de én azt hiszem, hogy mindenki, aki elmegy és körülnéz, akkor nagyon divatos, én ezt nem szeretem ezt a szót vagy kifejezést használni, de azért csak-csak megkockáztatom, hogy ez olyan, mint az összművészeti fesztiválok, szóval itt is minden van, ami ilyen értelemben szemszájnak ingere, és ami ezt az előbb említett élhető várost jelentheti, vagy éppen a fővárosi hangulatot, ugye? Igen, alapvetően az egész pályázatnak ez a mögöttes üzenete, hogy itt, akik Budapesten élnek, vagy akiknek jelent valamit Budapest, mert valaha itt éltek, vagy tetszett nekik, vagy éppen nem tetszett nekik, megosszák egymással a történetüket, és tulajdonképpen így egyfajta közösség alakul ki, és ezt a közösséget lehet éltetni, és szerintem ez egy magasabb szinten sokkal fontosabb üzenete ennek a pályázatnak, mint az, hogy ki nyer, vagy hogy ki jut be a döntőbe. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és akkor én biztos vagyok benne, hogy erről fogunk még hallani. Remélem, köszönöm a meghívást. Azt hiszem, hogy nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek nevében is megköszönhetem azt, hogy eljöttetek, már csak azért is, mert hiába gyerekversekről van itt szó, és megzenésített gyerekversekről, de én nyugodtan merem ajánlani, és remélem egyetértetek vele, a felnőtteknek is, mert vannak ebben bizony olyan aranyos versikék, aminek egyáltalán unoka és nagypapa és nagymama is örülhet. Na most mielőtt még átadnám a szót, akkor én... Hát egyet talán idéznék is a legújabb kötetetekből, ami a Róka lakoma címet viseli, és talán emlékeznek rá a nézők, hogy mi már beszélgettünk Németh Róberttel, akkor a Béka csókja, ez volt a könyvnek a címe, de még mielőtt elmondanám ezt a 4 sort, akkor azért elevenítsük föl, hogy hát a békát szokták megcsókolni, és nem a béka csókolja meg az illetőt, akkor ez fordítva hogy történt? Igen, ezt csak úgy kaptam a címet, tehát nem gondolkodtam rajta, hanem ez úgy jött, frappánsnak hangzott, és akkor ez lett a cím. És akkor Ancsa, amikor megzenésíted ezeket a verseket, akkor nyilvánvalóan ilyen kicsit, hogy úgy mondjam, direkt nem azt mondom, hogy meseszerű, hanem szürreális gondolkodás is kell a megzenésítéshez, de visszatérve a legújabbra, a Róka lakomára, és ezért mondom, hogy ez tényleg felnőtteknek is használ, azt mondja Pöttyös Bögre. Van nekem egy pöttyös bögrém, abból iszom a tejet, friss kakaó, teát, szörpöt, kólát, fantát és vizet,
Nagypapáé volt, még régen abból ivott mindig ő, csak pálinkát töltött vele, nem volt akkor üdítő. Ezt is megzenésítetted? Még nem, de, akkor jön az ötlet. És akkor... Azt hiszem, hogy akkor itt a pálinkát öntő nagypapa nevében nyílottan mondhatom. Na, szóval Róka lakoma, ez megszületett, és tulajdonképpen igaz az, vagy mondhatjuk azt, hogy ez a béka csókjának szinte folytatása gondolatilag? Teljesen, tehát ahogy a béka csókja beindult és ment a maga útján, annyira élveztük én az írást, János barátom a rajzolást, és hát ugye Ancsa a dalok szerzését, hogy úgy jött magától ez a második kötet, és teljesen megmaradt az első koncepciója, hogy főleg vidám, kedves versek, amitől úgy mindenkinek jó kedve lesz, de egyre inkább beleszöltük ezeket a tanító verseket is, lett benne például egy görényerény, ami azt mondja, hogy találd meg, miben vagy a legjobb. Igen, vagy egy hiúsel, hát neked nem biztos, hogy arra van szükséged görényként, mint másoknak. Igen, de ő is valamiben a persze, pókocska itt az este, szóval meg úgy irigylem a verebet. Ezt még idézem, jó? Azt mondja, úgy irigylem a verebet, mivel van két szárnya, ha repülni támad, kedve a magaség várja. Viszont sétálgatni nem tud, helyette csak ugrál, úszásban is elég béna, leckét lesz a luttól. Azt mondta, ha jól emlékszem, éppen Kaláka, talán Grillus Vilmos, hogy vannak olyan versek, amelyek szinte kiáltanak azért, hogy megzenésítsék. Ancsa, te hogy vagy ezekkel a versekkel? Nem gondolkodtam azon, hogy én egyszer csak verseket fogok megzenésíteni, ám bár pont a Kaláka és a Grillusnak a dalai nagyon nagy hatással voltak és vannak is rám. És amikor a Robinak a verseivel találkoztam először, hát nem titok, eláruljuk, hogy a Robi megkérte, hogy nézzem meg ezeket a verseket, és hogy mi a véleményezzem a verseit. És ugye nagyjából a harmadik, negyediket olvastam el, akkor azon kaptam magam, hogy a gitár viszont már a kezemben van, mert azonnal lejött egy dallam hozzá, és utána onnantól kezdve volt egy ilyen aktív, hát egy hónap körülbelül, hogy így napi szinten két dalt átküldtem a Robiéknak, hogy milyen kedves lett így számomra, meg miért szerettem meg a verseket, vagy a Robinak a verseit. Úgyhogy engem magában beszippantottak. Ez nagyon jó. Na most tehát neked tisztességes foglalkozásodnál fogva, mert hogy zenei foglalkozásokat tartasz, meg nyilvánvalóan a gyerekeknek is játszod ezt, gitár, stb. Igen. Úgyhogy ezért mondom, hogy foglalkozásodnál fogva, de hát a nézők nem biztos, hogy tudják, hogy Robi ugyan nem műkedvelő, egyáltalán, mert nyugodtan mondhatjuk azt, hogy profik ezek a versek. Na de hát kérem szépen, hát hogyha valaki félig meddig bejárja a világot, és amúgy azt hiszem, hogy neki is van tisztességes foglalkozása, úgy tudom, hogy német nyelvtanár. Német, meg hát beszélsz más nyelveken is, például olaszul is, meg még nem tudom, milyen nyelven még. Az angol még. Angolul is. Hát akkor jó, akkor ez megvan. És jártad a világot tényleg, és nagyon sokféle foglalkozást űztél. Ezt én nem citálnám, de mi az, amit szívesen szóba hozol, akár német nyelvtudásod miatt, német nyelvterületről, vagy olasz, vagy amerre jártál, akár földön, vízen, levegőben, mert még hajón is voltál a jó tudom. Igen, tulajdonképpen így több országban mindenfélét csináltam, de inkább csak azt említeném, hogy mindig amit csináltam, azt szerettem. És most pont, hogy jöttek ezek a versek, hogy megnyílt ez a csatorna, valamiért ezt kaptam, élvezem, csinálom, és ameddig szeretem csinálni, meg amíg látom, hogy másnak is jó, más is szereti, hasznos, élvezik, addig működik. Nem mondom, hogy életem végig írni fogok, de most egy jó, de ezzel, látod, nem árulj el, szóval, mert azt mondja, hogy a nyelvtanár az odáig rendben igen. van. De mit csináltál Németországban? Németországban egy évig ösztöndíjat tanultam, aztán betegápolóként dolgoztam. Mikor elfogyott az ösztöndíj. Igen. Na hát tulajdonképpen most azért forszírozom én ezt, mert ezek a versek, most nem mondom azt, hogy mindegyik más, de olyan hangulata van, hogy ahány vers annyiféle, úgyhogy ennek nyilvánvalóan, cáfolj meg, ha rosszul mondom, biztos, hogy van benne hátulról olyan, hogy ennyi mindent próbáltál mindenhol a világon, mert szerintem legalábbis ezek visszatükröződnek, most nem csak, hogy Pablo a rabló, hanem más versekben is, ugye? Igen, szerintem is sokszínű, és valahogy mindegyik versbe belekerülök én is, tehát megvan a történet, az esemény, azt sokan mondják, hogy az egy védjegyem, hogy mindig van benne egy kis csavar, fordulat többnyire a végén, és hát igen, nyilván én is bennük vagyok.
Azt hallottam, és ezt nyilvánvalóan csak te tudod a legjobban, és ezt el is mondták, és azért én mondom, mert tényleg a zenei pályafutásodra utalva, hogy talán Kodály Zoltánt is idézhetnénk, hiszen sajnos, azt hiszem, jól gondolom, hogy a Kodály módszert Japánban már többen ismerik, mint Magyarországon, mert eléggé hanyagolják, lehet szeretni vagy nem szeretni, de az, hogy idézőjelben mondom, szó szerint az éneklő emberben blokkolódik a félelemérzet. Ezt hogy érted? Ezt úgy, hogy ezt kutatásokkal is bizonyították, mindenféle diódákkal, az agyi hullámokat, azt lehet mérni, hogy mi történik egy emberrel abban a pillanatban, amikor énekel, és hát nyilván neves, nem feltétlen angol kutatókról beszélünk, akik ezt állítják, hogy abban a pillanatban, amikor énekelünk, nem, tehát egyszerre nem tudunk félni is, meg énekelni is. És pont vannak a világban azért erre történelmi példák is, hogy a masírozó katonákat énekelve vitték ki, pont azért, hogy a félelmeiket, a feszültségüket oldják. Úgyhogy az éneklésnek egy nagyon-nagyon gyógyító szerepe van, feszültségoldó szerepe van. Van egy ismerősöm, egy-két éve volt is itt vendég, kártyatörténész az illető, és ez most csak arra jutott eszembe, hogy a háború és a katonák, hogy a lövészárokban, erről is, hát megvannak a feljegyzések, fényképek, minden, a katonák vagy kártyáztak, vagy énekeltek azért, hogy elmúljon a félelem. Így van. Ugye? Valójában az altatásnak is az egyik szerepe, a sötét, az mindig ugye egy picikét félelmet szül, és az abban való feszültségoldás és az altató daloknak azért így a gyökere ehhez is, de nagyon sokféle más dologhoz is köthető. Mikor írtál utoljára verset? A héten írtam a többször használt teafilter. A teafilter. Ez is ilyen kis. Nem eldobható, ez nagyon jó. Többször hát használt. Ezek is ilyen gondolatok. Na hát ez akkor meg lehet zenésíteni, T for Two, és akkor már ugye megvan valami. Na most a másik, hogy a színvilág, mert a korábbi köteted, ez a békacsókja, ez kék alapon van, ez a másik zöld alapon, és azért mondom, hogy színvilág, mert én ezt itt meg is keresem, van benne egy olyan összeállítás, ami színpompa, és azt mondja, hogy sárga, 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 ezt én most nem mondom végig, de benne van a piros, a fehér, a barna, a zöld, a kék, és a fekete-fekete. A kéket azért mondom, mert a Kék Katica című vers is megszületett. Hát, hogy miért kék a katica, az csak egy mondatban. Miért lett kék a katica? Ezt a múltkor is tisztáltuk. Igen, ugye, hogy na, miért beleesett? Igen, hogy úgy mindenkinek szóljon, katica kicsit lányos, a kék az inkább fiús, és akkor univerzálisá tettük ezt az együttes. Na, de én nem véletlenül mondom a színeket, mert nem csak kék katica volt, hanem lila liba is. Igen, igen. Hát az is meg lett magyarázva a versben, hogy hogyan lett lila az a liba. El kell olvasni a verset. Na most én azért mondom, mert ezek a négy sorosok, ezek megint olyanok, hogy tényleg a gyerek örül. Sárga, 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 a réti boglárka, a kis csibém is az ám, mint az érett banán. Hát akkor tessék, a gyerek ekkora korában megtanulja azt, hogy mi az, hogy banán. És jó kis ritmikus. És na ez a másik, van. Jaj, de jó, hogy igen, megelőztél, igen, hogy ezeknek a verseknek tényleg olyan ritmikája van, ami most, hát nem a szószoros értelmében, vagy akár úgy is mondom, hogy megkönnyíti a megzenésítést, nem? Meg, igen. Amikor megtörténik egy megzenésítés, azért mi szoros kapcsolatban vagyunk a Robival, mert nekem fontos ugye a zenében, hogy a lüktetés és a ritmizálás az azért, ha nem is teljesen szabályos, de hogy az nekem van egy elképzelésem, és lehet, hogy egy-egy szó meg biccenti, akkor fölhívom a Robit, hogy Robi, ott cseréljük ki, mert nekem oda egy kéttagú szó kéne, igen, mert akkor jön ki, akkor lesz kerek. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos, és ezért viszonylag könnyű dolgom van megzenésíteni a Robi verseit, mondjuk tartalma miatt is egyébként, de nagyon-nagyon jó kis ritmizálása van a verseinek. A másik dolog pedig, hogy hát ugye gyerekek, és gitározom, igen, és a gyerekeknek, igen, is. Ezt azért hozom szóba, mert néhány héttel ezelőtt hát újraindulnak a színházak mindenfelé. Igen. Itt volt a Győri Balettnek a nemrég kinevezett új igazgatója, és csinálnak egy csecsemő balettet, de most nem vicc, 0-tól 3 éves korig, igen, és aztán a nagyobbak 3-tól 6 éves korig. És ő mondta el, hogy meg is mutattuk, hogy ott ül a gyerek az édesanyja ölében, és még beszélni nem tud, de,
és azért hozom szóba, mert a ringató program azért az egy nagyon komoly dolog, és ott a kisgyerekek, mint a ringató program, és élvezik. Hát, hogyha te most énekelsz egy 2 éves kisgyereknek, akár a Kék Katicáról, vissza tudod fogni azt, vagy tudod fogni, hogy ő ezt mennyire érti, vagy érzi? Nem, valójában a 2 évesek 0-3 éves korosztálynak valójában nem szeretnénk értelmezni semmit. Nem is kell, csak hogy élvezi-e, azt látszik-e. Abszolút, teljesen, és ezek a kodály koncepcióra épülő zenefoglalkozások, én most már más csinálok, más a neve a foglalkozásomnak, nagyon sokáig benne voltam, igen, ebben a nagy országos zenei nevelési programban, de ott leginkább ugye a szülő-gyerek közti kapcsolat erősítést, az ölbeli játékokon keresztül, az érintéseket, ezek nagyon-nagyon érzékeny területek, intim közegek, amit a pici gyerek az a érzelmileg hozzá legközelebb állóknak engedi. Attól esik jól az érintés, a puszilgatások, az ölelgetések, a döcögtetések. Abban egy élmény tud lenni számára. Az, hogy ezeknek a mondókáknak, ölbeli játékoknak szintén van egy lüktetése, és hogyha minél többet játszuk, gyakorlatilag megalapozunk egy zenei képességet, készségszintet tudjuk majd, hogyha valamit hogy megalapozunk. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos a mindennapos éneklés, mindennapos ölbeli játék a 0-3 éves korosztály. Miután sok nyelvet tudsz, nem gondolkoztál még azon, hogy németül, angolul vagy olaszul írjál gyerek verset? Már felvetették, de nem gondolkoztam. Nem. Egyelőre magyarul jönnek. De azért azt nem úszod meg, és nem véletlenül forszíroztam én ezt, hogy a sok-sok foglalkozást, és még a tengerről nem is beszéltünk, mert ugye tengerre magyar, ha már azt mondja, hogy amikor ezeken úgy végigjártál, akkor hát nem tudom, mikor gondoltál először arra, hogy írjál verset. Szóval valamiképpen ez a késztetés meg kellett, hogy legyen. Rendelésre tudsz verset írni, vagy rendelésre írtál már? Különben most már igen, ebbe is kerültek a rablós, a kukáskocsist nagyon sokan kérték, vagy a pókos, pókost is, ezek már rendelésre, sőt most egy óvodai ballagást kértek, az is elkészült, úgyhogy úgy látszik működik. És az első, amikor egyáltalán rátaláltál saját magadra, hogy tessék szívesen verset írni. A legelső, hát egy-egy vers évente egy-kettő lejött, de hát az olyan semmilyen, meg én nem tudtam, hogy így jó verseket írok. Na ezt nem mi mondtuk. Szóval? Az erdőben való elvonulásom, amikor volt egy ilyen elvonulásom, ott jött egy ilyen látomás, és onnantól nyílt meg valami csatorna, amin keresztül tényleg jönnek, és a béka csókja is az egyik első vers volt. Tehát. És az igaz, hogy egy barátod lányának írtad, vagy az volt a valóban a legelső, amikor a barátom lányának névnapi verset kellett írni az iskolába, és akkor megkértek, hogy Robi tudnál-e segíteni, mert 2 napja görcsölünk, és tudtam ott is. Hát akkor én azt javaslom, hogy nézzünk vele, zeneileg is, képileg is, hogy minden, és akkor itt az alkalom, így 4 szem közt nagy nyilvánosság előtt, Ancsa, nyugodtan rendelhetsz egy verset tőle. Tulajdonképpen én már rendeltem ami már meg is van, mert egy foglalkozásomon volt egy pókocska, amitől azért általában úgy az emberek visszajognak, és én mindig hős vagyok, és megmentem a pókot, mert szerintem szerencsét hoz, és utána, de hát azért visszajogok egy picit én is, és utána fölhívtam a Robit, hogy kérlek, Robi, írj egy olyan verset, amiben megszeretjük a pókokat, és lássuk, ez meg is történt, úgyhogy benne van a könyvben. Köszönöm. Jó munkát. Köszönjük szépen, hogy itt lehettünk. Köszönjük. La 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 la. Felmegyünk a hegyekbe, mondtad erdőt tegyek be, nem tettem be, de se baj, úgysem lesz ott szivatar. Végre itt a hegytető, dörög ömlik az eső, nem hallgattam anyámra, víz folyik a gatyámba. Na 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 na. Úgy vártam a szombatra, leugrunk a tópartra, mondtad kell a kalapom, veszélyes a Balaton. Kifekszem a matracra, pont egy hangya kupacra, jó szóra nap kávulok.
anyám, most elájulok. Na 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 na. Kedves nézők, újabb bemutatóra készül a Turay Ida Színház. Október 2-án lesz a premier, a Nemzet csalogánya. Blaha Lujzáról van szó természetesen, aki egyébként majdnem pontos a dátum, 1908. szeptember 28-án született, játszott vagy 35 filmben, sok-sok színdarabban, aztán 1957 és 74 között férjével Békefi Istvánnal külföldön élt és dolgozott. Nos, az ő naplója alapján írta és rendezte az előadást Hűvösvölgyi Ildikó Kossuth-díjas színművész. Szóval a próbák még javában tartanak. Következik most egy kis összefoglaló a próba hangulatból, vagyis bepillantunk a kulisszák mögé. Íme. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Ennyi volt a Nagykörút, a Kulturális Magazin. Legközelebb a szokott időben, egy hét múlva ismét találkozunk. Addig is minden jót, és nem elégszer hangsúlyozzuk. Vigyázzanak magukra, és hordják a maszkot. A viszontlátásra, a viszonthallásra. Nagykörút című kulturális közéleti magazinműsor a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült.